Sziasztok, üdvözöllek benneteket, jó Lander vagyok, és ma a Ships 2017-ben fogunk játszani, amelyik láthatólag egy nagy kikötőben játszódik, ahol a hajók igazából csak kamuhajók, és nem is lebegnek, hanem konténereken állnak egy nagy szürke tejnek a tetején. Írjuk be a nevünket, az lesz a nevünk, hogy akkor jó a jó hajó. Ha jó a hajó vitorlája, ez nem fér ki, akkor az lesz a nevünk, hogy álomhajó jó, create account. Oké, Ships 2017, álomhajó jó, ezek vagyunk mi. Play, options, credits, vagy exit, play, nyugáme, oké, üdvözöllek a Ships Special 2016-ban. Ajj. Ships 2017. Üdvözöllek a Ships Special 2016-ban. Tehát még egyszer, Ships Special 2016, Ships 2017. Jó. Ahhoz, hogy elindíts egy új játékot, meg kell vásárolnod az első hajódat. A pénzed az megvan, úgy van váltva, hogy csak egyet választhatsz a elérhető hajóink közül. Emlékezz, hogy a hajók, amiket vásárolsz, nem újak. Habár, vagy ugyanakkor... átnézéseket igényelnek és javításokat. Minden hajó hozzáférés fog neked adni különféle küldetésekhez, amiket vele megveszel bízva. Mindegyik küldetés, amikor teljesítesz, pénzt fogsz kapni, és megvásárolhatod a többi hajókat, meg is javíthatod őket. Pontosan ugyanúgy, mint minden játékban, úgyhogy start new game. És betöltőképernyő. És kifagy a játék, ugye? Nem fagy ki a játék. Na, World Ship! Itt van az a biggest container, ez a World Ship, amelyik az egyik a legnagyobb konténerhajóknak, amik valaha készültek. Vagy olajfúrótorony, DCV építő, special vessel, able to do unique deep water, igen, tehát technikailag egy ilyen olajfúrótorony, tehát mély vízi műveletekre képes. És gondolom a harmadik és a legutolsó pedig a narancssárga hajó, nagyon nagy félig lemerülő olajfúrótornyok szállítására alkalmas, mi konténerhajót fogunk venni, úgyhogy marad 10 000 pénzünk összesen, és megyünk is a kikötőbe, oké. Na, üdvözöllek a Ship Special 2016 renováló módjában. Ships 2017, hányszor mondjam még? Continue. Ahhoz a te feladatod ebben a küldetésben a hajónak a megjavítása, és ugye a szürke, piros, sárga és zöld skála mentén. Oké. Az eltörött szürke állapot azt jelenti, hogy az alkatrész teljes egészében megsérült és új cserét igényel. Ez nagyon drága. Jó, oké, hátsó konténer tartó. Oké, cserélni kell őket, 780 000, nekünk meg 10 000-ünk van. Ja nem, 10 milliónk van. Oké, akkor kicseréljük. Ennyi. Oké, kicserélve. Oké, tök jó. Azt mondja, hogy a piros alkatrész azt jelenti, hogy eléggé megsebesült, és ez csak drága. Regeneráljuk, vagy megjavítsuk? Mi? Viszont regeneráljuk. 750 000-ért regeneráljuk, 2 millióból meg megjavítsuk. Megjavítsuk! Oké, kíváncsi vagyok, hogy a tutoriál végére el tud-e fogyni a pénzem. Oké, a sárga, oké, átlagos javítási költség, tök jó tutoriál, Oké, és a zöld pedig azt jelenti, hogy az állapot jó állapota van, és nincs szükség javításra. Oké, na, nézzünk még akkor más dolgokat is. Azt mondja, hogy ez is itt megvan, oké, ezt is javítsuk meg. Persze, költsünk rá rendesen, és akkor legyen egy full megjavított hajónk, és akkor ez tök jó lesz. Oké, ez itt sárga, 340 000, jó, ilyenkor, amíg van még jócskán pénzünk, ilyenkor még senkit nem érdekel az, hogy a főárbócok, oké, 2000, megjavítjuk, az semmi, föl se tűnik, jó, oké, ez viszont itt eléggé durva lesz. Oké, 10 000, első árbóc megjavítva, ting, oké, és a nem tudom, a hose gear equipment, ezt is megjavítjuk, ezek a csörlőberendezések, valamint a hátsó 25 000, jó, úgy látom, hogy nem tudjuk elkölteni az összes pénzünket a tutoriában, tehát hogyha bénák vagyunk, akkor is oldalpropeller megjavítva, hogyha bénák vagyunk, akkor új, de gusztustalan, homályos az a részlet. Jó, szerintem akkor készen vagyunk, és új küldetések érhetőek el, mondjuk nem tudom, hogy miért pont Svédországban vagyunk. Oké, a feladatod az, hogy berakodj 5 konténert a fedélzetre, a legnagyobb konténerhajók fedélzetére. Oké,
üdvözöllek az első tutorial feladatjában a Ship Special 2016-nak. A bal alsó panel, ja nem, ez a bal alsó panel, nem, ez a continue gomb. Ez a bal alsó, vagy a lenti panel. Itt vannak alapinformációk a küldetésedről, a jelenlegi helyzetedről, és három gomb. A küldetés leírás, az irányítás és az időgyorsításnak a gombja. Ez a jelenlegi pénzed, nem mondod. Ez az, hogy hogy állsz a feladatokkal. Oké, jó, ez a küldetési leírás. Oké, ez az időgyorsítás, jó, ezek az irányítások jók, és akkor AD-vel tudunk mozgatni, QL-vel meg a másik irányba, VAS-sel meg ebbe az irányba. Jó, oké, na akkor kérem szépen, akkor menjünk oda a konténer hajóhoz. Oké, és itt színen. Szóval menjünk ide, vagy nem a konténer hajóhoz, hanem ehhez a akárhogy is hívjákhoz. Aj, sose jut eszembe a teherautóknak a neve. Így, né, jó, és akkor szépen leengedjük magunkat. Oké, kicsit úgy láttam, hogy rávágtuk. Ja, és click and hold, tehát tarts és tarts lenyomva. Jó, oké, és vajon mi van akkor, hogyha így próbálom megfelemelni, semmi nem tud, meg se tudom mozdítani. Jó, oké, és be kell pakoljunk, és be kell pakoljunk 5 ilyen konténert. Szerintetek ki tudunk, aha, oké, oda le tudjuk valahova rakni. Szerintetek hova a fenébe kellene ezt lerakni? Ja, valószínűleg oda, ahova ott ki van nyújtva, hogy rakjuk le. Úgyhogy na nézzük csak, hogy hova tudjuk lerakni. Oké, így, és akkor szépen lerakjuk. Oké. Ja, igen, és mivel ütközés volt, ezért eléggé nagy pénzösszeget le is vont tőlünk. Azért tök aranyos a kis terrautó, hogy megvárta azt, ameddig lerakodjuk a dolgainkat. Jó, oké, és akkor ezzel meg is volnánk. Jó, 15 000-et kaptunk, mondjuk 10 000 meg levonásba ment, úgyhogy ez azért annyira nem egy jó összeg, és már jön is a következő terrautó, aki valószínűleg direkt pont nem ugyanoda állt, mint ahova állt az előző. Jó, kicsit kijebb, kicsit erre, eléggé nehéz egyébként. Jó, oké. Vagy nem oké még? Miért nem oké? Jó, oké, op! Ez így nem vagyok abban teljesen biztos, hogy ez így fel fog majd tudni emelkedni, de oké, már mint így, hogy enyhén nincsen vonalban, de úgy látszik, hogy az enyhe vonalban nem lét, az még nem jelent semmit. Oké, gyerünk, mi van akkor, hogyha egy kicsit gyorsítunk? Ja, oké, mondjuk lehet följebb emelni, jó, oké, mondjuk ez az időgyorsítás, ez azért nem egy ilyen végtelenül rossz dolog. Jó, akkor tehát visszajövünk ide, és egy kicsit beljebb húzzuk, meg lejjebb engedjük, és ding! De jó, hajó, most meg nem raktuk le rendesen, és ezért meg a hajó tört össze. Na mindegy, ez csak 3 000 levonás volt, és 15 000-et kaptunk, úgyhogy most, hopp, nem. Most azért így jobban rendben vagyunk. Oké, ezt leengedjük, ezt meg elhúzzuk erre. Tik. Oké, ez az időgyorsítás dolog azért határozottan tetszik, hogy ez benne van, mert nem járunk úgy, mint a Giant Machines-ban, hogy órákat kell egy-egy dologra várni. Na, akkor egy kicsit beljebb hozzuk, és leengedjük szépen. Oké, és most leengedjük, és úgy tűnik, hogy lehet, hogy így most meg, vagy plusszal szerintetek tudunk időgyorsítani, plusz-minusszal természetesen nem. Jó, most viszont meg lett az első olyan cucc, hogy sérülés nélkül sikerült leszállítsuk a konténert, úgyhogy ez tök jó. Jó, konténer le, konténer erre, konténer ki, nem, fölemel, erre, nem, leenged, jó, akkor egy kicsit lassítunk az időn, hogy azért a konténert rendesen el tudjuk helyezni. Így van, oké, egyszer, sőt, tudjátok mit, fel is gyorsítjuk az időt. Kicsit azért idegesítő az, hogy az időgyorsításnak nem mondja a játék, hogy lenne bárhol is gyors gombja, úgyhogy kénytelenek vagyunk mindig ott átkattingatni, ami azért nem a világ leggyorsabb dolga, vagyunk be. Oké, nem, visszahúz, leenged, oké, ding,
és már megint tönkretettük a hajót. Érdekes egyébként, mert az előbb egy kicsit megviccelt, hogy a helye az zölden villant fel, és én ebből azt hittem, hogy akkor most már nyugodtan tehetjük is le. Egy pillanatra megörültem, hogy meg fogjuk előzni a teherautót, amelyik jött, de nem. Jó, oké, na nézzük, akkor szépen leenged, visszahúz, kinyom erre, leenged, jó, oké, egyszer, ezt rágyorsítunk, rágyorsítunk, hogy technikailag csak egy kattintás is elég legyen, oké, felhúzzuk, és szépen átdobjuk erre az oldalra, és itt van, de szépen villogazott, jó, és akkor kihozzuk erre, lelassítjuk, és akkor nagyon finoman, óvatosan leengedjük, egy kicsit még kihozzuk, meg erre eltoljuk, így né, és akkor finoman le is rakjuk a helyére, és akkor egyet kioldunk, kettőt kioldunk, hármat kioldunk, négyet kioldunk, és elméletileg meg is vagyunk, oké, napi meló letudva, plusz 50 ezer, és tök jó, mondjuk ez. Fogalmam nincsen, hogy mit nyomtam meg, de több pénzem lett, úgyhogy ezzel probléma nincs. Állítólag megsérült a hajunk valahol, én viszont soha nem látom, hogy megsérült volna a hajunk valahol, úgyhogy új küldetés elérhető, amelyik pedig itt elérhető. Találj egy biztonságos utat a kikötőbe, használd a képességeinnel, tehát hogy irányítsd a hajót. Oké, üdvözöllek a második tutoriában. Jó, oké, oké. Jó, tudom, hogy kell egy hajót irányítani. Controls. Oké, jó, hát ezt azért tutorizálhattad volna. Szóval elindulunk előre. Oké, ráadjuk a fúgázt, és teljes sebességgel balra kanyarodás. És gyorsítsunk egy kicsit az időn. Jó, oké. Ne annyira azért ne teljes sebességgel legyen balra kanyarodás. Ez itt, jó, igen, aha, és akkor oda kell mennünk. Ez itt azért egy kis akadálypálya, hogy be kell kanyarodjunk. Az 50 km/h az 50 km/h. Tök jó. Végül is, tehát, hogyha megnézitek, akkor most technikailag azért valóban lakott területen belül hajózunk, úgyhogy valóban érdemes 50-nel menni csak. Jó. Oké, kicsit még errébb fordulunk, kezdjük el csökkenteni szépen lassan a sebességünket. Figyelj! Jó, áll az égnek a tutoriál közben, még tudjuk irányítani. Oké, jó, szóval az a lényege, hogy gyorsítsunk egy kicsit. Jó, majd aztán, ha felgyorsultunk, akkor majd vegyük vissza, jó, mondjuk ilyen 25-re. Igen, az alsó mutatja azt, hogy ezzel a tempóval maximum mennyivel tudunk menni. Jó, szépen 3-mal, és akkor most pedig álljunk meg 0-ra. És akkor valószínűleg így jók is leszünk. Stop, kézifék, ho-ho! Jaj, remélem nem sodródtunk, de nyilván pontosan, halálpontosan kisodródtunk arról a területről, ahova be kellett volna parkolnunk. Oké, most akkor elveszük a gázt, és 3, 2, 1, 0. Jó, oké, király, ezt is teljesítettük, és akkor megnyomjuk a jobb oldali sárga gombot. Nincsenek tönkrement alkatrészek, és kezdhetjük is a következő... Ja, vagy melyik a következő? Aha, ez lesz a kipakolás. Oké, 5 konténert kell kipakolnunk a fedélzetről. Na, hát akkor ez megint egy izgalmas feladat lesz, izgalmas és ugyanakkor fantáziadús feladat lesz, és az a jó, hogy konténer rakodást azt még ugye egyszer sem csináltunk ebben a játékban, tehát tök jó. Oké, na, akkor kihozzuk ide, leengedjük, arrébb rakjuk, kicsit arrébb rakjuk, kiengedjük. Aha, és a objektummal való ütközés miatt pedig még mínusz pontot is kaptunk, tehát ezzel is tényleg óvatosan kell bánni. Viszont hogyha ilyen tök jó, egyébként annyira idióta ennek az egész darunak az irányítása, hogy sose tudom azt, hogy melyik gomb merre mozgat. Jó, oké, engedjük le, oké, rá, egyszer, kétszer, háromszor, négyszer. Oké, úgy látom, hogy a levonást az ütközések miatt csak akkor kapjuk meg, amikor a konténert le akarjuk rakni, és akkor nem, amikor föl akarjuk emelni, tehát...
Oké, tehát ezzel akkor elméletileg nincsen probléma, valamint tehát csak 100 ezreket von le, de 15 ezeret kapunk egyért, úgyhogy még mindig pluszban vagyunk, mondjuk egy kicsit probléma az, hogy minden ilyen ütközéssel azért messzebb kerülünk mindig attól, hogy új hajónk legyen. Jó, oké, kicsit visszább, jó, nem, ehhez most szükségünk van egy másfajta időre, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Jó, oké, sitsz innen. Egyszer, kétszer. Jó, fölemelés, kihúzás, erre. Frbud Industries Inc. Jó, és akkor ezt meg ide ki. Most akkor megpróbáljuk egy kicsit lassabban rárakni, hogy nehogy valamilyen ütközés legyen belőle, és úgy látszik, hogy a lassú hihetetlen, és pedig most azért, tehát billentyűzettel azért ennél finomabban lerakni azért nem annyira egyszerű, azt azért valljuk be. Jó, oké, na ennyit rakottunk már le, hármat már lerakottunk, hol vannak még maradékok, ott van még az a maradék kettő, amit le kellene dobnunk, úgyhogy kijövünk, kiengedjük, jó, az a jó egyébként, hogyha átmegyünk ilyen sokszoros időgyorsításban fölötte, akkor is így belokkolja, és akkor így tök egyszerű menni vele. Jó, oké, akkor szépen finoman kihozzuk ide, egy kicsit megemeljük, egy kicsit beljebb hozzuk, nem, akkor egy kicsit lassabban emeljük, és hozzuk beljebb, így, ni, oké, lejjebb, és megint ütközés, el sem tudom képzelni, hogy tényleg, na, kattolj már, na, oké, el sem tudom képzelni tényleg, hogy lehetne finomabban, és hogyha meg így is megkapjuk a sérülést, ott szerintetek összetörjük, nem, értem az irányítás mögött rejlő logikát, hogy miért azt a gombot kell nyomni azért, hogy az történjen, sőt lehet, hogy állj. Miért nem állunk meg? Ez most így még jobb. De, hé. Gyere vissza. Oké, jó, most úgy tűnik, hogy sikerült lenullázni magát a játéknak. Egyébként neke az én szememben már egy kicsit ott elásta magát ez a játék, amelyikről én se tudom, hogy hívják, akkor nem tudom, hogy várják el a készítők, hogy tehát hogyha ők se tudják, hogy tehát nézd, ez és hogyha belevágom a földbe, akkor is össze tud törni. Az viszont tök jó, oké, most már kétszer törtem össze, most már valószínűleg egy óriás mínuszban leszünk ez a küldetés miatt. Na próbáljuk meg tényleg nagyon-nagyon finoman lerakni. És nem tudjuk nagyon finoman lerakni, hihetetlen, pedig most még a gombot sem nyomtam egyébként a közben, csak így vártam, hogy a lendület vigye, és csak egy pillanatra nyomtam meg az S betűt a konténereknek a leeresztését. Na minden esetre megvannak a konténereink, és akkor kezdődhet is a következő küldetés. Nem tudom, hogy mi egyébként a következő pálya. Viharos tengeren kell átmennünk, meg kell érkezned a kikötőbe a nagyon durva időjárási viszonyok között. Mi viszont a nagyon durva időjárási viszonyok között sehova nem fogunk megérkezni, ugyanis lejárt a műsoridőnk. Hogyha tetszett a játék és szeretnétek még látni ebből videót, akkor a természetesen írjátok meg, hogy itt Dánia partjainál milyen lehet, illetve hogy látni akarjátok azt, hogy Dánia partjainál kikötünk a hajóval a viharos tengeren, hogyha pedig nem, amit úgy őszintén szóval 100%-osan megértek, akkor pedig ne írjatok semmit, hanem kattintsatok jobb oldalon fölül a feliratkozás gombra, valamint alul a teszelgető sorozatnak a lejátszási listájára. Én pedig most akkor elbúcsúzom tőletek, megköszönöm a figyelmeteket, Mullander voltam. Sziasztok!